Szociális, kommunális és munkaügyi kérdésekkel fordulnak az emberek legtöbbször az ombudsman intézményéhez. Épp ezért idén a munkajog témakörére épült a Polgári Jogvédők konferenciája. A topolyai rendezvényen közel 60 szakember gyűlt össze. Részben maga a gazdasági helyzet diktálja, ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy a törvény, illetve más szabályokat illetően azért vannak olyan megoldások, amelyeken javítani kéne, és erre mink fel akarjuk hívni a figyelmet az illetik és szerveknek, hogy ilyen értelemben cselekedjenek is. A jogvédő találkozón elhangzott, a klasszikus értelemben vett munkajog nem ombudsmani hatáskör, mégis foglalkozni kell a problémával, hiszen sokan nem ismerik jogaikat, kötelezettségeiket, lehetőségeiket a foglalkoztatás ügyterén. Azt a felhatalmazásokat használjuk, hogy jogi tanácsot adunk. Nagyon nagy számban kerülnek ki a különféle munkajogi kérdések az ombudsman gyakorlatában, és ez egy alkalom arra, hogy összevetítsük a gyakorlatot, és mindenképpen egy jobb közös álláspontot tudunk képviselni. A beszámolók után Topolya Község Múzeumában átadták a tolerancia díjakat. Idén Sasa Jankovics köztársasági ombudsman, Svetlana Timotitja rokkantsággal élő nők jogaiért küzdő közismert személyiség, valamint a Szabadkai Caritas kapta meg az elismerést. Egy tolerancia díjat itt vajdasági viszonylatban átvenni nem kis szó, és nem egy kis megtiszteltetés. De ahogy itt már elhangzott, ez nem egyértelműen az én munkám, hanem egy teamnek a munkája, amelynek az élén Ritz Gábor, tehát operatív igazgató, valamint Dobai István is nagyon sok munkatárs. Presztízs és példanélküli elismerésnek nevezte a Kék Duna Alapítvány elnöke a tolerancia díjat. Egeresi Sándor kiemelte, az európai események arra figyelmeztetnek, hogy a békés együttélésnek ára van, mégis tovább kell vinni az elfogadás üzenetét. Őrizzük meg ezt a békés együttélést itt a Vajdaságban, itt Közép-Európában, Szerbiában. Én úgy érzem, hogy minden józan ember ezt az álláspontot képvisel, ezért mondom azt, hogy azért azok, akik egy toleráns légkört akarnak kiépíteni az országban és a tartományban, azok többségben vannak. A díjátadón közreműködtek a Topolyai Alapfokú Zeneiskola tanulói és a Doszidej Obradovics Gimnázium és Közgazdasági Iskola szavalói is.